Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, december 30-a péntek van. Önök a Weekend utolsó idei adását látják, nézzük mai témáinkat. Hamarosan itt lesz velünk Kosik Anita, a Móricz Zsigmond Színház színművésze, aki Domján Edit díjat vett át a közelmúltban. Itt az újévi fogadalmak ideje, szakértőnkkel arról beszélgetünk, hogyan maradhatunk motiváltak január 2-ától is. Fogadalmak után fogásokról beszélgetünk, az ünnepi menühöz Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke ad nekünk tippeket, majd adásunk végén az Acapellárt együttes mutatkozik be a Weekend stúdiójában. Ki ne hagyják, az énekesek a régi táncdal fesztiválok hangulatával búcsúztatják az óévet, már is kezdünk. Domján Edit díjas lett Kosik Anita, a Móricz Zsigmond Színház színművésze. 1992 óta ez a 6. alkalom, hogy a Nyíregyházi Társulat egyik fiatal színésznője kapja ezt a rangos elismerést, amelyhez szívből gratulálunk. Köszönöm. Szia Anita, jó estét! Sziasztok! Hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy ismét gazdagítottad itt a Domján Editessek szép sorát. Nyilván óhatatlan a kérdés, számítottál-e rá, mit jelent ez az elismerés most neked? Nem számítottam rá egyáltalán. Egy különös okból kifolyólag megtudtam, hogy jelölt már a színház ezelőtt is, vagy ezelőtt az év előtt is egy pályázatot akartam írni, és ahhoz az életrajzom kifejtésében segített nekem Sedjánszky Nóri, aki nagy pályázó, és nekem ez volt az első ilyen gondolatom, hogy valamit hozzak létre, ami az enyém, és akkor mondta, hogy de nyugodtan méltasd magad, fényezd magad, nagyon jó, és írd be, hogy Domján díjra vagy jelölve. Tessék, mit? De írd csak be nyugodtan, már évek óta ez van. De hát azt nem lehet beírni, hogy valami jelöl, vagy nem tudom. És akkor az úgy nagyon megmelengedte a szívemet, de hát az ilyen dolgokat nem lehet akarni, vagy nem tudom, szóval ez egy ilyen, vagy van, vagy nincs, és akkor egy pár hete éppen gyógyszertárban voltam, és vásároltam 3 kiló vitamint a téli időszakra, és felhívott Vajda Márta, közölte a hírt, akkor elkezdtem visítozni, meg pattogni, mint egy ilyen gumilabda, akkor rájöttem, hogy hol vagyok, akkor inkább elhagytam a gyógyszertár épületét, és akkor kint pattogtam a továbbiakban. Nincs is szükséged vitaminokra, látod, milyen energia. De hát azért, hogy tudjak pattogni, azért ez kell. Na igen, és nagyon meg is döbbentem, és iszonyú megtisztelő. Ez úgy a jelölés is egyébként önmagában, de az, hogy végül is a kuratórium úgy ítélte, hogy egy gyönyörű szép kézzel írt, csodálatos oklevéllel, egy oklevélben lefekteti, hogy érdemes vagyok a figyelmükre, és hogy a munkám nem eredménytelen, az azért nagyon megmelengeti az ember szívét, főleg most a színházak helyzete finoman szólva is eléggé húzós. Szóval nehéz színházat csinálni, és ilyenkor pedig pláne jól esik egy ilyen elismerés. Hát az, hogy a munkádnak van eredménye, arra ugye gyakorlatilag azt mondom, hogy békeidőkben, amikor van színház, ugye minden egyes előadás után ott van a visszacsatolás, tehát a nézők elismerése és szeretete, a támogatása, most már itt a digitális világ óta szerintem a napi szintű üzenetek, gondolom, hogy szinte úgy érzik, hogy családtag vagy, tehát van egy sokkal szorosabb kontakt, mint egy ilyen hagyományos színházba járó néző és a színésznő között, tehát már a virágot az öltözőben túl ugye jönnek a messenger üzenetek is. Igen. Itt Nyíregyházán én úgy gondolom, hogy egy ilyen borzasztó nagy szeretet vett téged körbe, és ezzel együtt, meg a te saját színészi éréseddel együtt ez a magabiztosság is látszik a színpadon. Visszaemlékszel arra? Örülök nagyon. Amikor megérkeztél? Hajjaj. Akkor nyilván ennek az árnyéka voltál legalábbis, bár nem hiszem, hogy energiában, szerintem akkor is ugyanilyen energikus voltál, csak lehet, hogy több volt benned a kételj. Igen, igen, igen. Minden kérdésedre igen a válaszom. Nem is fejteném ki nagyon. Talán annyit fűznék meg annyi igenhez, hogy ez egy elég szilárd meggyőződésem kezd lenni, hogy egészséges ember nem megy színésznek.
meg a színház közelébe sem megy. Nézőnek sem? De, nézőnek, de, sőt, szerintem a lelki egészséghez hozzátartozik a színházbejárás. Én is azt gondolom, hogy ez egy gyógyító folyamat. Igen, amikor... és nem luxus, hanem egy szükséges dolog a napi életnek a gördülékenységéhez. De maga a színházjárás egy olyan, vagyis a színház csinálás egy olyan rizikójú folyamat, és kétes eredmény, tehát vagy sikerül, vagy nem sikerül, viszont mindig mindent bele kell tolni. És nem biztos a siker, sosem biztos. Még az se biztos, hogy ha az előadás kedden jó volt, akkor szerdán is jó lesz. Vagy lehet, hogy a közönség azt mondja, hogy tök jó vagy, én viszont saját magamról azt gondolom, hogy ez nagyon rossz, és megmondjátok ezt, ez nem jó. Szóval hogy van egy ilyen dolog is, és ilyesmiről is írtam egyébként a szakdolgozatomat, mert nagyon féltem attól, hogy minden színész valójában a zárt osztályra való. És most kezdek, és azt a kérdést kaptam a védésemen, hogy csak azt tudom elképzelni, hogy úgy lehet színházat csinálni, hogyha atomjaira szedi szét magát az ember. És azt mondtam, hogy nem, csak én nem tudom még, hát akkor még azt 10 éve volt, én nem tudom elképzelni máshogy. És most kezdem kapizsgálni, hogy minél egészségesebb vagyok én, annál rugalmasabb a lelkem. Már nem tudom, hogy ezt hogy ilyen értelmesen mondani, de hogy ez van. Tehát, hogy például a színpadon elpusztulok, és utána visszapattanok, és ez az elpusztulás ez nem tart ki még akár hetekig, mint hát, ahogy régen volt. Ezt nagyon jól értem, tehát, mert hogyha belehalsz minden egyes alkalommal, akkor ugye nyilván egyre fogy az energiát, tehát hiszen ez olyan, mint egy tisztító tűz minden este ott lenni az előadáson. Tehát ott valahogy egy olyan azbest ötvözetnek kell lenni, hogy mégsem égesd el magad, mert akkor nagyon, mint ahogy nagyon de sok nem, tragikus a színpadra sorsú. Oda kell tenni. És utána kell tudni fölállni. Hát de ehhez kell az egészséges lélek. Igen. Mert ha nincs, akkor nyilván fiatalon és tragikusan eltávoznak a színészek közülünk. Nagyon nagy szerepek találtak meg itt Nyíregyházán, úgyhogy nem véletlen, hogy ajánlottak téged, vagyis ugye fölkerültél itt a jelölések közé, és én úgy gondolom, hogy még rengeteg ilyen nagy szerep is vár rád. Én is nagyon remélem. Vannak vágyottak, amit most már úgy acélkodsz vele? Egyet se fogok elmondani. Nem? Több is van. Vannak elképzeléseim, vannak írók, ahol lehetne többet is akár. Shakespeare-re gondolom, jó, nem mindegy, de hogy tényleg van több is, de valami ilyesmit is megsejtettem, hogy az egy dolog, hogy én mit szeretnék a mostani fejemmel, de nagyon sokszor nem tudom, hogy az, amit kapok, végül mit fog nekem adni, vagy mit követel meg tőlem, amire én nem gondoltam volna. Tehát az, hogy mondjuk kitűznék egy szerepet, hogy én most ezt vagy eljátszom, vagy az egész karrierem egy semmi, az botorság, mert az azt jelenteni, hogy én azt képzelem, hogy mindent jobban tudok egy nagy rendező elvnél. De hát ez ugye a saját vakfoltjaimra nem látok rá, és hogyha jó szerepet kapok, akkor az rá tud világítani arra, hogy éppen ott mi a helyzet ezen az életemnek, ezen a területén, hogy állok most? Egyetlen egy kérdésre maradt idő, amikor Miskolcról ide kerültél, valahol azt nyilatkoztad, hogy nem voltál abban biztos, hogy te alkalmas vagy a pályára, vagy a pálya alkalmas-e neked. Igen. De aztán ugye mégis bebizonyosodott, hogy a legjobb választás, most pedig ehhez képest gyógypedagógiai asszisztensé is válsz, aki nem ismer és nem tudja, hogy kisgyerekekkel is foglalkozol, és hogy csodálatosan énekelsz, és a babákkal is foglalkozol, az nyilván áll és nézi, hogy miért akar egy színésznő gyógypedagógiai asszisztens? Hát miért ne akarna? Az is csak egy szerep. Nem. Nem? Nem ezért gondolom, hanem azért, mert hát amennyiben gyógyító munkának fogom fel a színészetet, már pedig annak fogom fel, abban az esetben minél szélesebb a látóköröm, annál több mindent tudok befogadni, és értelemszerűen annál több mindent tudok visszaadni a közönségnek.
És a kisgyerekekkel való foglalkozás szintén rámutatott egy-két olyan területre, amivel nem foglalkoztam még eleget. És mivel imádok tanulni, tehát legszívesebben, hogyha nincs egy szerep, amit tanulnék, akkor folyamatosan szakmákat sajátítanék el. Például, amikor volt egy hangszálcsomóm, ami fél évre rendesen hazavágott, és annyira megijedtem, hogy lehet, hogy szakmát kell váltanom, akkor jutott egyébként eszembe, hogy akkor belefogjak ebbe, mert csöndben is lehet olvasgatni és gondolkodni. Meg elkezdtem rajzolni, tanulni, hogy a kreatív kifejeződésemnek találjak csatornát akkor is, ha ne hagyj Isten, egész életemre megnémulnék. Szóval legszívesebben, ha bármilyen stresszes helyzet ér, én tanulok. Én így tudok ezzel a legjobban megmérkőzni. És a gyógypedagógia, azt veszem észre egyébként, hogy egyre szélesebb körben lesz szükség rá. És nem feltétlenül arra gondolok, hogy én most akkor átnyergelnék erre a lóra, mert a színház olyan komplex kifejező forma, vagy kifejezési forma, amit nem igen tud más. Uh-huh. Más. Hát igen, tehát azt nem tudom, hogy lehetne. Vagy maximum az, hogy gyógypedagógusa vagyok 5 gyereknek, mert ez ugyanannyi energiát igényel, mint 600 ember. Ezt már pályám elején is rájöttem erre, amikor még angolt tanítottam pici gyerekeknek. Szóval ez inkább egy ilyen elme csiszoló és érzékenység javító, meg a pszichológia engem mindig is érdekelt, ez sosem fog megszűnni. És azt a bizonyos pályázatot, amit akkor nem nyertem meg, azt újra meg fogom pályázni, mert szeretném kutatni a gyerekeknek egy-két viselt dolgát. És ez jó lesz nekem. Hát, Anita, én ehhez szívből gratulálok, ehhez is. Egyébként egy gyógypedagógus és egy színésznő beszélgetését hallották a kedves nézők, és látták, akiből gyógypedagógiai asszisztens is lesz, és én azt kívánom, hogy a szerepálmok jöjjenek 2023-ban, meg utána is, és hasonló elismerések, mert azért azok is nagyon jók. Úgyhogy boldog új esztendőt. Köszönöm, viszont kívánom. Kedves nézők, Csikánó jössz, nem véletlenül kapta ezt a címet, Kürti László költő kötet bemutatója. Az est vendége, barátja Csúlya Imre színművész volt, a kötet bemutatót a Máté Szalkai Képes Géza városi könyvtárban tartották. Fiúsapák meccsekre járnak, hordják a srácokat focizni vasárnap. Állnak az esőben és anyázzák a bírót, vagy nem anyázzák, de kiabálnak nagyon. A fiúsapák tanítják, hogy kell kötényt adni, lábról levenni, kidolgozni pár ámulatba ejtést. Sok köténytől épül a státusz, és bomlanak a fűzők. Kürti László Lányos apák című versét Csúlya Imre színművész szavalja. A költőnek júniusban jelent meg Apajegyek című verses kötete, melyet a Máté Szalkai Képes Géza városi könyvtárban mutattak be a közönségnek. Egy korszakról szól, és mindenféle korszakokat élünk, és a korszakjainkban felfedezhető az, hogy mennyit változunk az előzőekhez, vannak fontos és számomra is kedves kötet időszakok, vagy életidőszakok, amelyekre jó visszaemlékezni, vagy jó belőle felolvasni a későbbiekben is, hogyha esteken alkalom adódik erre. És aztán vannak olyan alkalmak, és vannak olyan időszakok, ami most ért be, ami ahol tényleg az apasság kérdésköre is fölmerül, azoknak a lányos apai minőségnek a sajátossága és aspektusai, illetve még azok az ügyek, amikor már tényleg az ember létösszegez egyúttal. Tehát ez a Kosztolányi korabeli kérdéskörök, hogy akkor, ha 40 éves elmúltál, akkor valójában hogyan forgolódsz az ágyad, és mi történik a világ belátásával és beismerésével. Írunk mindannyian, én látom a gimiseinket is, sokan írnak, sokan titkolják is, de rendre egy alapjárat az, hogy az emberben azokat a lelki fájdalmakat és nehézségeket, vagy egyéb más fantasztikumokat valami módon megírja, vagy leírja, vagy versekké tegye. Aztán vannak, akik így maradnak, vagy tartják az irányt. Ez az irány nem biztos, hogy mindenkinek kedvező, de ennek ellenére azt tapasztalom, hogy azért, aki marad a szakmában, azoknak egy nagyon komoly lehetőség adódik arra, hogy önismeretet tegyenek szert, mert nem biztos, hogy olyan könnyen lehet ezt elérni, mint hogy képzeljük. Van egy önképünk, van egy elképzelésünk arról, egy víziunk, hogy milyenek vagyunk,
gyakran kiderül, hogy ez köszönő viszonyban nincs azzal, ami a valóság, és ilyen tekintetben mondjuk a sok olvasás és mondjuk az írás, és legfőképpen az őszinte írás, az mindenképpen segítségű szolgálhat arra, hogy ebben az önismereti úton, az életúton, ha úgy tetszik, jó szolgálatot tudjon tenni. A Balassi emlékkarddal kitüntetett költő verseit Csúlya Imre Jászai díjas színművész olvasta fel. Nem először. Az alkotók barátsága közel 10 évre nyúlik vissza, több kötet bemutatót, előadást tartottak közösen, szerte az országban. Én nagyon szerettem, hogy a nő mondja a verseimet, és nagyon érdekes, hogy hivatkozom azért a Térei Jánosra, aki meghalt, egy kiváló költőtársunk volt, aki hangos könyvemet ismerve, és jó néhány szerző felolvasása után azt írta nekem, hogy Csúlya Imre és a Tíz Zsolt a te magyar hangod. És azért ezt én magam is tudom, hogy persze emellett még sokakat nagyon szeretek én is, és én örömmel hallgatom az ő előadásaikat is, de hogy az Imrével valahogy kialakult régről egy ilyen reflex, egy ilyen valami bizalmi belső baráti szál, és ezt valahogy üzemben is tartjuk, szóval ez a dolog nem szűnt meg. Hál' Istennek nagyon jó reflexei vannak, és ez nem csak zsigerből jó ő, hanem nyilván nagyon jó értékolvasó is egyúttal, de emellett például ma is, azt hiszem, a kb. 10 verset csináltunk meg úgy, hogy stúdióztunk, és ott egy-két verset kellett körülbelül pozícionálnom, hogy akkor körülbelül ez honnan kell, hogy szóljon ahhoz, hogy azt hozzuk ki belőle, amit egyébként szeretnénk. De hát nyilván, hogyha többet tudott volna foglalkozni még emélyült ebben, ezeket sem kellett volna mondani, és tesz hozzá olyasmit pluszba, hogy lehet, hogy ha én elmondok egy szöveget a felütése miatt, hogy körülbelül, hogy akkor honnan mondja, de aztán beletesz még olyasmiket, amiben aztán úgy kiegészíti, vagy úgy betölti, vagy úgy belakja a szöveget, hogy aztán tényleg oda emelkedik, hogy én magam sem ismerek rá, és ez egy pozitív értelmű dolog. A színművész számára is kihívást jelentenek ezek a költemények. Meg kell dolgozni érte, szóval én meg szeretem az ilyen melós dolgokat, de van valami különleges a Kürtibe. Ahogy mondtam is itt, vagy próbáltam elmakogni, hogy olyan, mint a mecsekbe a szerpentin. Szóval kanyarog ide, oda, jobbra, balra, kettős kanyar, hajtőkanyar, és aztán a célegyenesbe meg egyszer, amikor kiszabadít és kitágítja a világot, és oda visz, ahonnan elindult tulajdonképpen. Most ezt nem tudom jobban megfogalmazni, de valami ilyen érzésem van. Szóval, hogy cikázik az agya, néha látszólag össze-vissza, de mindig egyik fakad a másikból. És ezek, hát ilyen asszociációk is, emlékek, ahogy az ember fejébe összecsapnak ezek a régi dolgok, születésről, halálról, szülőről, gyerekről, családról. Na, szóval nagyon izgalmas. Kürti László 2023-ban 2 kiadványt tervez megjelentetni. Legújabb versei mellett prózai írásait is olvashatja majd a közönség. Kutatások bizonyítják, hogy a legtöbb esetben az újévi fogadalmak fabatkát sem érnek. Arról, hogy miért van ez így, és hogyan maradhatunk motiváltak egész évben, vendégemmel Szilágyi Bécsi Tíme a kóccsal beszélgetünk. Szia, Tümi! Szia! Talán egy éve hasonló témában faggattalak. Hát te azon okos emberek közé tartozol, akik nem fogadnak meg, legalábbis nem új év előtt ilyen különböző nagy fogadalmakat, úgyhogy ilyen módon nem tudlak faggatni arról, hogy vajon sikerült-e ezeket betartani. Valóban igaz, hogy általában azért ezt nagyon hamar feladják, ami így az év végén születik? Mármint terv. Igen, mert ugye itt a kérdés az, hogy valaki nagyon jól átgondoltan teszi-e meg, tehát még nem is az időszak, hanem az, hogy ami azt megelőzi, az átgondolás és elköteleződés időszaka, az megtörténik-e. Ugye a legtöbbször, hogyha így a januári, szilveszteri fogadalmakat nézzük, akkor azt ilyen első felindulásból teszik az emberek, hogy na most tuti le fogok fogyni, most biztos, hogy leszokok a dohányzásról, és igazából az előkészítő szakasz az, ami kimarad, és emiatt dől dugába gyakorlatilag akár 1-2 nap, vagy 2-3 hét után maga a fogadalom, és ezért nem teljesül. Jó magam, én nem is teszek ilyen első felindulásból fogadalmakat, hanem így időszakonként mondjuk negyed évre tűzök ki célokat magamnak, és akkor amellett már az előkészítő szakaszban nagyon jól el tudok köteleződni.
Talán azért van ez, hogy éppen az év végére időzítjük, mert hogy úgy gondoljuk, hogy valaminek vége, tehát gondolok itt például a káros szokásokra, hogy oké, ez az év megint egy jó nagy káosz volt, tele volt negatív dolgokkal, akkor most már itt az ideje, hogy ennek vége legyen, hiszen ugye mindannyian az új év kapcsán jó kívánságokat küldünk egymásnak, boldog, új, sikeres, gazdag, szép és hasonló jókat kívánunk, és akkor talán úgy gondoljuk, hogy akkor mondjuk még december 31-én jó sokat dohányzunk, jó sok alkoholt iszunk, mindenféle zsíros étellel tele tömjük a bendünket, és akkor majd másnaptól elindul egy ilyen megtisztulási folyamat, amikor testünk, lelkünk tulajdonképpen megtisztul. Lehet, hogy ezt megelőzi egyébként egy egész éven át tartó készülődés. Ebben az esetben nagyobb az esély arra, hogy valóban, ha nem is egy-két nap, de mondjuk néhány hónapig sikerül ellenállni a kísértésnek például? Abszolút, tehát hogyha tényleg az előkészítő időszak az rendben van, akkor azért a motivációt sokkal könnyebb megtartani. Ugye maga az év végének az időszak, ugye az adventi időszak is a befelé fordulásról szól. Arról szól, hogy értékeljük azt az időszakot, ami mögöttünk van, és hogyha nem a karácsonyi nagy rohanásban töltjük ezt az időszakot, hanem tényleg felhasználjuk arra, hogy egy kicsit befelé forduljunk, végig gondoljuk az évünket, végig gondoljunk, hogy milyen sikerek vannak mögöttünk, amiben aztán bele tudunk kapaszkodni, és egy kicsit átgondoljuk azt is, hogy mi az, amit szeretnénk az elkövetkezendő időszakban, mondjuk 2023-ban, és mi az, amire szükségem van arra, hogy akkor teljesüljön ez a fogadalom, és teljesüljenek a céljaim. Hogyha ezeket így nagyon jól végig gondoljuk, azért ez az két hetes időszak, amit mondjuk így karácsonytól szilveszterig töltünk, ez azért elegendő arra, hogy felkészüljünk, és el tudjunk köteleződni. Ugye itt végig kell gondolni nagyon sok mindent, ahhoz, hogy tényleg motiváltak tudjunk maradni, meg kell küzdenünk a félelmeinkkel, meg kell küzdenünk a hiedelmeinkkel, meg kell küzdenünk azokkal a negatív érzésekkel, amik azokhoz, mondjuk a régi szokásainkhoz kapcsolódnak, és ugye félelmekkel pedig meg kell küzdeni az új szokásokhoz kapcsolódóan, mert egy fogadalomhoz mindig vagy egy viselkedés, vagy egy szokásbeli változást kell társítanunk. Az jutott eszembe, ahogy hallgattalak, hogy ugye nagyon sokan azért tűznek ki kicsi célokat, mert úgy érzik, hogy a világ körülöttük olyan borzasztóan változik, és olyan szélsőséges eseményeket tol bele az ember arcába, ami felett tényleg nincs hatalmunk. Tehát hiába tervezek én boldog és békés időszakot, amikor mondjuk háború zajlik mellettünk, amikor borzasztó infláció van, amikor kiszámíthatatlan az, hogy holnap mi történik, és akkor talán megelégszünk a pici dolgokkal. Az jutott eszembe, hallottam egy ilyen kutatást, egyetemi hallgatókat kérdeztek arról, hogy mit szeretnének majd az életükkel kezdeni, és azok, akik nagy célt, illetve magas minőséget, nem tudom, nagyon magas fizetést tűztek ki maguk elé, azok, nem tudom, 5-10 év elteltével ugye ismét megnézték, hogy hogyan állnak ezek a diákok, azok valóban sikeresek lettek. Azok, akik viszont csak apró álmokkal rendelkeztek, azok igazándiból nem is nagyon értek el semmit. Hogy lehet egy olyan világban nagy célokat is esetleg kitűzni, amikor azt se tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Itt azt kell végig gondolnunk, hogy mi az, amire nekünk van rá hatásunk. Mi az, amire szükségünk van ahhoz, hogy mondjuk akár azt a nagy célt is meg tudjuk, vagy el tudjuk érni, meg tudjuk valósítani. Mi ezt úgy szoktuk hívni, és az ügyfeleimmel végig szoktuk nézni az úgynevezett kontrollkört, és akkor, amikor azt érzik, hogy tehetetlenek, hogy sodorja őket az élet, és azért itt az évelei célkitűzések nél ezt azért érezhetjük, ahogy te is mondtad. Olyankor végig kell gondolni, hogy mi az, akár az a pici dolog is, amire éppen most én hatással vagyok, ami az én kezemben van, annak az irányítása. Mi az, ez a külsőbb kör, amit tudok befolyásolni. Nem feltétlenül rajtam múlik minden, de azért van rá valamilyen ráhatásom, és ugye a legszélesebb kör pedig az, amire nincs. Tehát ha esik az eső, ha háború van mellettünk, arra nekem igazából ráhatásom nincsen.
Amit itt tenni tudok, az az, hogy elfogadom, hogy ez a helyzet, és ebben a helyzetben kell, hogy boldoguljak, és ebben a helyzetben kell, hogy megtaláljam, hogy mi lesz a következő lépés, abból a pici kontrollkörből kiindulva, hogy mi az, amit én a kezemben tartok. Nagyon fogy már az időnk. Mi az, amivel azért gyakorlatilag a motivációnkat úgy folyamatosan melegen tudjuk tartani, hogy ne csüggedjünk akkor is, amikor nem úgy alakulnak az események, hogy esetleg a legvertebb helyzetben, a legkilátástalanabb helyzetben is fel tudjunk állni? Amit én nagyon jó ötletnek tartok, hogyha vizuálisan is megjelenítjük azt, hogy mi a célunk, és az úgy nap mint nap ott van a szemünk előtt, és reggel este rá tudunk nézni. Tehát legyen ez egy mondjuk ilyen álomtabló, vagy olyan ideális kép, amire nekünk szükségünk van. Tehát ha le akarok fogyni, akkor mondjuk egy régi karcsú képemet kiteszem, hogy akkor ha újra. Ha valaki valaha egyetem volt karcsú, mert mi van, hogy soha. Ha nem, akkor egy álomalakot kiteszem, amit szeretne elérni, nyilván észszerű keretek között, és ezt jó szem előtt tartani. Hogyha nagyon kétségbe vagyunk esve, akkor nézzük meg, hogy mi az, amit már elértünk, milyen sikerek vannak mögöttünk, és ezekbe a sikerekbe, mint erőforrásokba bele tudunk kapaszkodni. Mik azok a dolgok, amik támogatnak minket, mik az erőforrásaink, kik azok a kapcsolataink, akik ott vannak mellettünk, és hogyha egy kicsit így rosszul érezzük magunkat, akkor néhány bátorító szóval, egy jó beszélgetéssel előre tud lendíteni minket. És hát az érzelmi elköteleződés a célunk mellett, ez az, ami a legtöbbet, ez a belső elköteleződés, ez az, ami a legtöbbet tud lendíteni a dolgom. Hát köszönjük szépen, egy személyes életvezetés, vagy egy coach biztos, hogy azért jó nagy motiváló erővel bír, és egy igazi mankó, és még az jutott eszembe már így karácsony időszak után, hogy talán még egy nagyon-nagyon jó dolog a jótékonyság, illetve a segítés, vagy az önkéntesség, amikor esetleg úgy érezzük, hogy rossz pozícióban, állapotban vagyunk, és a tőlünk elesettebbek azért mindig tükrözik azt, hogy lehet, hogy mégiscsak ideálisabb a mi helyzetünk, és olyankor aztán szerintem az egy picit a saját magunkat is gyógyítjuk, miközben másokon segítünk. Timi, nagyon szépen köszönöm, hát kívánok nagyon sikeres, nagyon tartalmas, célokkal és motivációkkal teli 2023-as esztendőt. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom. Maradjanak velünk a híradó után is, ünnepi fogásokról lesz szó, és vendégül látjuk az a kapellárt együttest is, akiknek zenés összeállítása garantáltan mosolyt csal majd az arcukra. Folytatódik a Weekend, incsiklandó ünnepi fogásokról lesz szó a következő percekben, vendégem Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Jó estét! Jó estét kívánok! Túl vagyunk egy nagy karácsonyi eszemiszomon, aztán ott már elkezdődnek ezek a fogadkozások, de azért úgy vagyunk vele, hogy na még egy ilyen utolsó nagy futam, ez a szilveszter, és akkor utána majd talán a jövő évben, ugye majd egy picit enyhítünk itt a kínokon, amit saját magunknak okozunk. András, változik egyébként szerinted évről évre az emberek ízlése így mondjuk a szilveszteri és karácsonyi menü vonatkozásában? Tehát engedjük magunkat egy picit a trendek által befolyásolni, vagy annyira mélyek ezek a magyar nemzeti gasztronómiai tradíciók, hogy főleg az ünnepeken ragaszkodunk hozzá? Mind a kettő igaz. Ha ezt a mostani karácsonyt nézzük, akkor itt előterbe került sok-sok minden, ami nem kimondottan tradicionális, ugyanis a vegán, a vega, ez ilyen újra feltört, és egyre többen étkeznek még egészségesebben a megszokottnál. Ezt tudjuk nagyon jól, legalábbis van egy olyan nagyon rossz sztereotípia, hogy a magyar konyha az egy nagyon zsíros, egy nagyon fűszeres, egy nagyon nem gyomorkímélő, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha a nyugat-európai népek szokásaival összevetjük a magyar konyhát, és megkóstoljuk az ő fogásaikat, akár az ünnepi vagy jeles napokhoz vett fogásaikat, akkor ugyanolyan fűszeresnek érezzük, hanem fűszeresebbnek. A mediterrán népek egyébként is túl fűszereznek, túl sóznak mindent, sokkal intenzívebbek az ízek a magyarhoz képest is.
Talán egy picikét igen formálódik, leegyszerűsödött a gasztronómiánk, de viszont a hagyományos magyar kultúra, hagyományos magyar gasztronómia, az megtalálható volt karácsonykor is, és hát én látom a foglalásokból, látom a vendégeknek a hozzáállásából, hogy azért az a bőség az legyen meg, szilveszterkor is legyen lencse, dögivel legyen, sertéssült, sültekben gazdag és halban is gazdag tányérokat rendelnek meg és rendelnek be, és természetesen hát a menüt is mindenki a sültek köré, a idézősen a gazdagság köré építi, hát és ezt is kívánjuk magunknak, nem csak karácsonyka, hanem az új év közepén is, hogy legyen sikeres, és még sikeresebb a jövő év. Így van, tehát ezt valamelyest ugye asszociálunk arra, hogyha szegényes a kínálat, akkor esetleg a következő esztendő is ilyen lesz. Másrészt azért ugye nagyon sokan meghívnak ilyenkor vendégeket, és olyankor a háziasszonyok legnagyobb félelme, hogy Istenem, csak nehogy kevés legyen, tehát inkább legyen több, mint hogy valaki el akarjon venni egy mondjuk egy fajta húst, és abból éppen kevés van. Arra gondoltam, hogy talán ott is van egy kis különbség, hogy mondjuk ha étterembe megyünk, akkor hajlamosak vagyunk ugye nagyon nyitottak lenni, nyilván a vizuális tuning az azért általában az ember befolyásolja és megkóstol olyan dolgokat is, amiket otthon nem készít el, viszont otthon pedig inkább a hagyományos, már jól megszokott, jól kipróbált, bevált receptekhez igen, nyúlunk. Igen, sültet készítünk ilyenkor, hát november 30-ától András napjától egészen a farsangi szezonig azért a disznőléseknek, a disznótoroknak van itt az ideje, és a tradicionális magyar konyha az nagyon bátran nyúl a sertéshúshoz, illetve a csirkéhez is. Hát szilveszterkor annyira nem eszünk szárnyast, már hogy elkaparja a jövő évnek a boldogságát, a sikerességét, a sertés pedig kitúrja a föld alól, hogyha oda elrejtőzne. És a hallal meg elúszik, nem? A hallal elúszik, de azért egyre többen az egészséges konyha irányába mozdultak el, és lehetett látni, hogy a karácsonyi időszakban is például a tradicionális nyírség, kis picike töltött káposztát gombával kérték, vagy éppen húst helyettesítő vegán ételeket készítettek akár velünk is éttermesekkel. Amiben változik a szokás, hogy kevésbé főznek otthon a háziasszonyok, hanem inkább berendelnek egy bőségesebb tálat, vagy több tálat, és ebből kínálják a hozzájuk érkező vendégeket, és természetesen elkerülhetetlenek a virslik, a töltött kolbászok, tehát a sültek minden mennyiségben, és akár itt lehet azért a jól bevált ponty, lehetnek a sertés flekkenek, az oldalasak. Tehát minden ott van rajta azon a bőséges tálon, vagy bőségtálon, amelyet ilyenkor illik enni, vagy szeretnek enni a magyar emberek. Nem változik olyan nagy arányban, mit visszatér az hogy ezen gondolkozok, hogy milyen új dolgok jöhetnek be a rendszerbe, de... Tudod, az jutott eszembe egyrészt, hogy milyen jó, hogy nem hoztál most ide ebből a kínálatból, mert akkor csak folyna a nyálam, mint a Pavlov kutyájának, de közben rájöttem, hogy már ott is folyik, ahogy beszélsz róla, mert hogy olyan átéléssel tudsz az ételekről beszélni, hogy szerintem a legtöbben már vizuálisan ugye látjuk ezeket a sülteket így a tálakon halmozódni, hogy tavaly előtt mondtad, hogy nálatok a karácsonyi ebédnek vagy vacsorának a végén mindig sütőtök van, és ez úgy megragad bennem, hogy mi is eszünk sütőtököt, de valahogy ez például nálunk nincs ez a hagyomány, hogy ki tudja, hogy bizonyos családokban milyen generációk óta élő szokások vannak, amik lehet, hogy nem is köthetők úgy szervesen, mégsem mondjuk a magyar gasztronómiához. Igen, van egy nagyon jó közmondás Magyarországon, hogy a hányház annyi szokás, de ezt egy picikét megvilágítanám más szemszögből. A Kárpát-medencében a magyarság az elmúlt 1200 évet, hogyha nézzük a kis történelmünket, akkor egy igazi átjáróház volt, hogyha történelmileg nézzük meg. Meg annyi nép, meg annyi gyülekezet él egy helyen, egy kis picike helyen Magyarország, és valóban egy református családba, vagy egy katolikus családba teljesen más ételek fűződhetnek, vagy fűződnek a bizonyos jeles napokhoz. És mi ezeket vizsgáltuk, ugyanez a sárga túrónak az esete egyébként egy teljesen másfajta ünnep,
ami szorosan kapcsolódik egyik a másik, az a húsvét, illetve a karácsony. Tehát húsvétkor a katolikusok, a görög katolikusok például előszeretettel nyúlnak a sárgaturóhoz, amelyet a református családok nem készítenek. Maximum akkor van hasonlóság, hogyha ha vegyes házasságban, idézőjelben a református és egy katolikus család között úgy döntenek, hogy összeházasodnak, akkor lehet szó. De hogyha református, sokkal kevesebb esélye van a sárgatúrónak az ismeretére. Ugyanígy van a karácsony is, ugyanígy van a szilveszter is. Az előkerül a beigli, előkerül a karácsonykor is már a beigli. De ott a sütőtök. Általában ilyenkor az orjalevest szeretik, aztán másnap pedig a lencsét. Az egyik egy hígleves, a másik pedig egy kötöttebb, egy sűrített leves. De sok-sok minden van, amely akár a vegán étkezést, vagy a vega étkezést is tudja segíteni egy... Akár egy lencse, mondjuk füstölt hús nélkül. Indiai ízvilággal elkészítve. A másik, ami eszembe jutott, hogy azért arról se feledkezzünk meg, bár ugye nyilván mi itt Nyíregyházán, illetve a megyében talán kevesebb nemzetközi étteremmel bírunk, ugye itt az olasz és a kínai az, ami elfogadott, de például azért egy olyan multikulturális városban, mint Budapest, ahol sokszor már több külföldivel találkozunk az utcán, mint magyarral, és szinte minden nációnak megvan a maga étterme, az is lehet, hogy a karácsonyt ugye ez is áthangolja. Ha valaki rászokik mondjuk az indiai ételekre, lehet, hogy éppen egy indiai étteremből rendel magának karácsonyi vagy szilveszteri menüt, úgyhogy hogy azért ilyen módon mégiscsak változunk, tehát olyan dolgok lettek elérhetőek, amiket ha valaki megszeret, vagy az ízlésének megfelelő, akkor nyilvánvalóan fog vele élni. Na, akkor most azt kérdezem, hogy nálatok a szilveszteri vacsorán mi kerül az asztalra, hát ha valami újdonságot megtudok most is hát a családodról. Újdonságot nem fogsz megtudni te sem, illetve a kedves nézők sem. A húsleves az mindenképp ott van. Mi kétféle húslevest készítünk, egy picikét úgy becsukjuk a szemünket, mert hát a tyúkhúsleves az maradhatatlan, illetve az orjaleves. Aztán jönnek a sültek egymás után, a kacsától egészen a sertés oldalasig, de a végét az beiglivel zárjuk, illetve másnap pedig egy úgynevezett egy ilyen korhelylevest, vagy egy lencselevest készítenek a család női tagjai, és ezzel zárjuk, és nyitjuk az új évet. És utána pedig rehabilitálódtok az hát új évet. Hát egy picike pihenés, aztán kezdődik a 2023, amelyben nagyon sok munkánk lesz, nem csak nekünk, mint család, hanem mint a vállalkozóknak, vagy akár a szakmai szervezet elnökeként is. Hát kívánok nektek boldog új évet, nagyon sok sikert és nagyon sok elégedett vendéget majd az éttermetekben. Köszönöm, boldog új évet kívánok mindenkinek. Kedves nézők, a folytatásban zenélünk, majd az A Cappellárt Ének Együttes művészeti vezetőjével beszélgetünk. Maradjanak velünk, fantasztikus produkciót hoztak nekünk az énekesek.
Jövőre lesz 10 éve, hogy megalakult az A Cappella Art énekegyüttes, amely a Kingsingerhez hasonlóan kizárólag férfiakból áll. Tagjai a Kodály Zoltán általános iskola diákjaként és a Cantemus kórus család kórusainak énekeseiként nőttek fel. Vendégem Magyar Péter, az együttes művészeti vezetője. Szia, Peti, szia, jó estét! Köszöntöm a nézőket! Hát gyakorlatilag szerintem volt egy űr, ugye, mielőtt ti megalakultatok? Hiszen azért nagyon sokan tudják, hogy a Banchieri gyakorlatilag éveken keresztül ezt a műfajt képviselte, nem csak Nyíregyházán, hanem szerte a világban, hiszen számos, akár szerintem japán turné is volt, vagy tengeren túli turné is. Úgyhogy aztán utána mindenki felcseperedett, egy kicsit a civil élet beszippantotta őket, de hát az igazán elszántak azért soha nem tudták abba hagyni az éneklést, és akkor gondolom, hogy ez volt a motiváció. Való igaz, hogy a Banchieri, mint példa is előttünk át, nem csak a Kingsingers, de tulajdonképpen ennek az A Cappella Art énekegyüttesnek volt egy már egy előfutára a 2000-es évek elején, Cantus Zecchorus néven, ami pár évig működött. Tulajdonképpen ugyanez a 6 fiús felállás volt. Aztán ott is ez következett, hogy egy kicsit felnőttünk, egy kicsit mindenki elkerült ide-oda, és akkor ott ez a munka megszakadt, és igazából az akkori csapatból néhányan úgy éreztük, hogy ennek még nem kéne feltétlenül véget érnie ennek a fajta együtt éneklésnek, és akkor úgy alakult, hogy az időközben átalakult Banchieriből már eltávozott tagokat megkerestünk, és akkor velük kiegészülve elkezdtünk dolgozni. De tulajdonképpen mi sosem úgy gondoltuk ezt, hogy mondjuk akár a Banchierinek, vagy bárki másnak így a konkurenciaként, hanem egyszerűen csak így a saját örömünkre akartuk ezt csinálni. Nevesítsük is, jó, az együttes tagjai: Leány Mári László kontratenor, Magyar István bariton, Eszenyi Gábor bariton, Nagy Gábor basszus, Magyar Péter tette tenorként énekez, és Nagy Attila, aki kontratenor az együttesben. Hát azért ez az elmúlt 10 év nyilván sok érdekességet, fellépéseket, próba folyamatokat hozott, most viszont úgy tűnik, hogy már itt ilyen nemzetközi porondokon vagytok, ugye volt egy franciaországi turnétok, nemrégiben Krakkóban léptetek föl, és hát azért a műhely munkák is folynak. Ez így van. A nemzetközi szerepléseink onnan indultak, hogy 2019-ben vettük a bátorságot és megcéloztuk a Maribori nemzetközi kórusversenyt, ami a nagy európai nagydíjas versenysorozatnak az egyik állomása, és ott elég jó eredményt értünk el, az énekegyüttesek közül a második helyet szereztük meg. Ez nagyon jó azért úgy rögtön, mert persze hát nem rögtön, mert hogy nyilván már akkor énekeltetek egy pár éve, csak hogy verseny szempontjából. Hát igen, meg ezzel a felállással, ugye ez mindig más egy ilyen 6 tagú énekegyüttesben énekelni, mint mondjuk egy nagy kórusban. Mások a feladatok, a felelősség, stb. És ezen a versenyen figyelt fel ránk a franciaországi fesztiválnak a szervezője, Krisztián, és ő akkor már meghívott bennünket Franciaországba. Sajnos a Covid közbeszólt, és ezért ez 2 évet csúszott, de aztán végül sikerült összehozni a francia turnét. Aztán most egy régi ismerettségből adódóan egyébként a lengyel meghívás az emiatt érkezett, a Triplumének együttes részéről, de ez a krakkói fellépés is sikerült annyira jól, hogy tulajdonképpen már a jövő évi nyári fesztiválra is meghívást kaptunk, úgyhogy igen, hál' Istennek úgy tűnik, hogy egy kicsit most már nem csak itthon, vagy szűkebb környezetben, hanem egy picit már úgy nemzetközileg is eljárunk ide-oda. Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen van örömzenélés és van öröméneklés. Igen. Egyáltalán az éneklés maga egy olyan folyamat itt Kodály Zoltán születésnapja kapcsán
Szilágyi Szilárddal beszélgettünk arról, hogy gyakorlatilag ugye mennyire lélekmentő dolog, és ma milyen kevesen énekelnek, még a paraszti kultúrákban ugye a mindennapi élet része volt. Szóval amikor már együtt énekeltek, szerintem az egy jó buli. De ugye nem mindegy, hogy milyen műfajt, mert hát azért vannak szomorkásabb, és vannak nagyon, nagyon kis bulis dolgok. Mennyire akartok kicsit formabontók lenni, vagy inkább klasszikusok? Most mi lesz a terv a jövőre nézve? Az énekegyüttesünk alapvetően mindig is azon a vonalon mozgott, hogy mi szeretnénk megmutatni a régi zenét is, és az új zenét is. Mi hiszünk abban, hogy a régi zene nélkül nem lenne ez a mai új zene. Tehát minden, amit ma mondjuk mainstream vagy trendi zenének mondunk, ez mind onnan indult el, hogy néhányan a templomban vagy templomon kívül elkezdtek 2-3 szólamban énekelni. Ezért mi például nagyon szeretjük a reneszánsz zenét, ami kifejezetten az énekes előadás az egyik nagyon-nagyon nagy terepe volt. De természetesen azt szeretnénk, hogyha a mai kor közönségéhez is el tudnánk jutni. Éppen ezért figyelembe vesszük azt, hogy muszáj ilyen mai, akár egészen friss dalokat feldolgozni énekhangokra, és azokat is előadni. És egy kicsit talán ezzel meg tudjuk teremteni, hogy azok, akik mondjuk óckodnak a régi zenétől, de meghallgatják az új zenei feldolgozásainkat, esetleg kedvet kapnak, hogy belehallgassanak a régibe, és akár fordítva. Igen, egy kicsit lehet az ízlést formálni akármilyen irányba. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondjuk van egy sláger, és akkor ti abból egy 6 szólamú, vagy több szólamú átiratot készítetek? Tehát akkor zeneszerzők is vagytok, nem csak énekesek. Hát annyiban vagyunk zeneszerzők, hogy igen, ha megtetszik egy dal, vagy úgy gondoljuk, hogy az egy sláger gyanús dal, akkor megpróbáljuk átültetni 4-5-6 szólamra, mikor mennyire sikerül, és akkor remélhetőleg sikerül belőle egy olyan feldolgozást kihozni, ami egy kicsit más ugye, mint az eredeti, de azért megtartja a lényegét, és reménykedünk benne, hogy utána ez célt talál a közönséghez. Gyakorlatilag, ahogy a műsor elején, illetve a beszélgetésünk elején mondtam, ugye valamennyien kodályos diákok voltatok, tehát azért itt olyan jó alapokra dolgoztok most rá, tehát olyan ismeretekre, amit szinte lehetetlen elfelejteni. A hangképzésben mennyire fontos az például, hogy folyamatos próba folyamatok legyenek, vagy ha esetleg kimarad egy hosszabb idő, akkor is olyan szilárdak ezek az alapok, hogy ugyanúgy tudtak dolgozni. Az, hogy az egyéni hangképzések kinek milyen, az leginkább már egy megalapozott dolog. Azon már így mondjuk egy ilyen énekegyüttesbeli próbán sokat nem tudunk alakítani. Legfeljebb kicsi ilyen hangszínbeli módosításokat lehet elérni. Az, amit a folyamatos próbákkal trenírozni kell magunk, az együtt éneklés. Tehát ugye hatan nagyon kevés felé oszlik a felelősség, amikor hatan vagyunk, tehát mindenkinek jobban oda kell magát tennie, és ezért az, hogy egyszerre indítani egy motívumot, egyszerre fejezni be, a ritmusban egyszerre mozogni, ezeken a próbákon lehet úgy csiszolni, hogy ez aztán megfelelő legyen. Most a nézők azért kapnak egy kis ízelítőt, de élőben mikor láthatjuk az együttest itt Nyíregyházán vagy a környéken? Ahogy kezdted a felvezetőt, ugye jövőre 2023-ban leszünk 10 évesek, és mi nagyon szeretnénk ezt majd egy koncerttel megünnepelni, valamikor a tavasz folyamán, de ennek a részleteit még most pontosan nem tudom megmondani, de valamikor most 23 tavaszán a mindenféle közösségi oldalunkon fel lesz tüntetve az információ, és akkor Nyíregyházán szeretnénk koncertezni egyet. Hát érdemes figyelni a közösségi oldalt, mert hiszen az új album is készül, és akkor így biztos van. Abból is egy kis ízelítőt, vagy stílusformáló muzsikát, illetve éneket hallhatunk. Peti, köszönjük szépen! Köszönöm boldog új évet az együttes valamennyi tagjának! Nektek is boldog új évet kívánunk!
Kedves nézők, a régi táncdalfesztiválok hangulatát idézi a következő produkció. Az A Cappellárt énekegyüttes zenés összeállításával búcsúzunk. Ezzel kívánunk boldog új évet minden kedves nézőnknek, tartsanak velünk 2023-ban is, viszontlátásra! No, no. Tornát eszem, csapokra fogom, oda nem jött élet. Neked itt sem maradt, mással voltál, kiürült a kosár. Almát eszem, szerencsök szíja szakadt, nem jött élet. Csak a csutka maradt, elmúlt minden, nálam semmi sem áll. Vártalak, késő estig a szobámban járkáltam, mint megkedő szó a fában. Jó bevezettek a tornák, kimögöttem mérges lettem, gyorsan mindegyem sem elfeledlek, ne gyere soha már! Pam, 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 pam. Drága hölgy, vajon hova mehetél? Vajon hova mehetél? Drága hölgy, itt lettél, ha szeretnél? Itt lettél, ha szeretnél? Tálodom, csavarogsz, állandó, csavarogsz, hiányzol és csavarogsz, hiányzol és csavarogsz. Drága hölgy, drága hölgy, ne csodálkozom, hogy te meggyőz, nagyszerű a kifogásod, és én sajnos, ennyi tőle megbocsátok, meddig tartik benned ez a türelet, mikor mondanék el azt, hogy nem, 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 soha nem, nem, nem. Én nem leszek sohasem a játék szeret. Param, param, para, pa, pa, pa. Elringattal a szívemet minden jóval, csupa vágyteli színe szóval, fel is lobbant azonnal a láng. Jó volt égni az új szerelemben vágyban, nem a földön, a mennyben jártam, ha a csókot perzselte a szám. Nem, 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 soha nem, nem, nem. Én nem leszek sohasem a játék szeret, csókod is a másik lehet, a szerelem csak játék neked. Param, param, pam, param, param, pam, param, param. Fammi ridu ti la. Soha se mondd, hogy túl vagy már mindenen. Soha se mondd, hogy tovább már nincs nekem. Mindig jön új, s még újabb, hát várd a csodát. De soha se mondd, hogy nincs tovább. Soha se mondd, hogy vége, csak azt mondd, hogy ennyi megérte, s ha megérte, jöhet egy pont, mit mondanod kell hólam. Soha se mondd, hogy vége, csak azt mondd, hogy ennyi megérte, s ha megérte, jöhet egy pont, mit mondanod kell hólam. Fammi rido ti la, nem jön a lyukból az egér. Mi-ya-bum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 
Egy cica, két cica, száz cica, haj, azt hiszi, hogy megfogja az egeret. Ott a farka, ott a farka, hívom éppen, meg se hallja, vagy ha hallja, mások hallja, hogy eszem az egereket. Ott a farka, ott a karka, eltakarja, kész a karba, arra fussunk, ott a farka, ott a farka. Hol a fáról a lény? Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ott a farka. Ott van, fele van a lombban, a másik fele kint van a farka, vége hozhoz. Kapjuk, jugos most el. Én igazán. Aljukból az egér. Nem jössz előre, ez tény, nem de tény. Ennyi pénzét balon lenni, gácsorogni én. Hogy ezt hallottam, nem tudom, de rúgja meg a rom. Lehet egy macska is, meg a kuva. Lehet egy macska is, lehet egy macska is, lehet egy macska is, meg a kuva. Ti, ha légy valam, de kicsi kiterebőt, úgy a szürke lom, derül az ég valamban, talra vágy, vagy te kacadarány. Szállj a lakát, mint a kacsadarány. Ti, hírám, vagány, akár egy srác, meg a túlkött rombitáj, valamit el, a bajnak nem se legyen soha. Ked ilyen nőboros, mint figyelj utala, mint mond egy főokos, szerintem az molon ki a tapod. Ki téged lehív, bohócnak, mond, 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 mond